Nemrégiben tartották a 17. civil rendezvót, ahol számos díjat kiosztottak mindazoknak, akik aktívan segítik a közösségek munkáját. Erről beszélgetünk a folytatásban, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet itt a stúdióban. Badocsonyiné Bohus Gabriellát, a civil kerekasztal soros elnökét, Farkasné Juhász Margit tagot és Gál Sándor alapító tagot. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük. Az év civil támogatója díjakat is átadták az idei civil rendezvón. Az idei évben Varga Miklósné és Opra Bódi Sándor kapta ezt a díjat. Mivel érdemelték ezt ki ők, csak hogy mindenféleképpen szót ejtsünk róluk? Köszönjük a lehetőséget, igen, mert a civil rendezvón ugye a civilek vannak együtt, akik egész évben közös munkát végeznek, ugye ebbe alapítványok, egyesületek, mindenféle társaságban együtt, és ezen belül, azon kívül, hogy kiválasztják a szekciók a maguk önkéntesét, akik egész évben úgy látszik, hogy a legtöbbet teszik a közösségükért. Van egy olyan kiemelt díj, hogy ki az, aki a civileket támogatja. Itt a kérdésre, itt jön a válasz. És ebben az évben egy különös dolog történt, mert két díjazottunk volt. Az egyik Varga Miklósné, Marika néni, a jogás Marika, igen, így ismeri az egész város, így gondolom, hogy így kell róla beszélnünk. Ő az, aki ugye magányos maradt özvegy, és egy elég komoly összeg, 500.000 forintot ajánlott föl a civilek számára, hogy ebből kötetlenül találkozzunk a civilházba, illetve akár ha a házat elhagyjuk, úgy szoktuk mondani, hogy egy kis bogácsi kimenet, és akkor, hogy ott együtt közösen el tudjuk tölteni, és kötetlenebbül együtt tudjunk lenni. A másik díjazottunk, az pedig Opra Bódi Sándor volt, ő a Hotel Unicornis szállodának a tulajdonos igazgatója. Minden olyan rendezvény, ami nem a civil házon belül bonyolódik, hanem egyébként is összejön a társaság, egy kicsit kötetlenebbül, egy kis vacsorával vagy zenével, az általában a Unicornisnak az éttermébe zajlik nagy odafigyeléssel, nagy kedvezménnyel, de ugyancsak azt is elmondhatjuk, hogy kitelepülés is van részéről, tehát amikor szükséges, akkor eljön a civilházba. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy úgy kapcsolódik be a város életébe és a civilek munkájába, hogyha ide érkeznek Egerbe újságírók, staditúra, vagy netalántán más területekről, határon túlról is érkeznek vendégek, és felszeretnék venni a kapcsolatot, akkor bizony nagyon sok esetben nála hunyják le a szemüket, és ezt is megint azt lehet mondani, hogy ő egy grátis szal, ugye a szállodát a rendelkezésre bocsátja ebben az esetben. És hát ez tudjuk, hogy nem egészen olcsó mulatság, tehát ebben nagy segítségünkre van. Tehát akár itthonról, akár határon túlról érkeznek. A díjhoz talán lehetne, emeljük már ki, hogy hogy is született ez a díj, hiszen az, hogy Egerben van egy hálózat, az valahol megjelenik a közéletben. A közéletben úgy jelenik meg, hogy az úgynevezett önkéntes munkát, amit most Gabi akár támogatásról szól a történet, akár az év civil emberéről, vagy akár a szekció évemberéről, önzetlenül végzik a munkát. De hát ennek valamilyen értéke van. Most ez az érték jelenik meg azokban a díjakban, amiket a hálózat alapított. És így keressük a gazdasági szektorral is a kapcsolatot, nyilvánvaló, hogy közünk van hozzá, és hát ezek a díjak mindig jeles alkalmak, ilyen a civil rendezvú, ilyen az Eger ünnepe, ahol hát nagyon sokan ismerik azokat, akik díjazottak lettek, és talán hadd korteskedjünk, hogy önkéntesként is érdemes sokkal többet dolgozni, mert valamilyen elismerése van a civil oldalnak is, természetesen az önkormányzat is díjazza ezt az önkéntes munkát. Egy mondatot azért tegyünk hozzá, hogy igazából, amikor azt mondjuk, hogy az év civil támogatója, akkor mi ugye a nagy egészbe gondolkodunk, hiszen a szervezeteket különböző kapcsolatok révén lehet támogatni bárkinek bármilyen módon. Mi viszont azt mondjuk a civil kerekasztal, majd a civil fórum, hogy valahol az egészet úgy kellene működtetni és úgy kellene támogatni, hogy ez az országos mintaértékű civil élet máshol is megmutatkozzon. És nekünk ez jövőre nézve feladatunk, hogy azokat a gazdasági szereplőket is találjuk meg, akik az egész hálózati rendszert és az együttműködést díjazzák, és azt mondják, hogy igen, ezt értelmezik.
erőltetni kell, és a lehetőségeképp ezt majd ők is belépnek a támogatók közül, úgyhogy várjuk a következő randevókat és az év támogatóit. Érdemes, ugye fontos azt is megemlíteni, hogy 10 jubiláló szervezet kapott díjat, hogyha jól értesültünk erről, hogy azért ez elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez mutatja, hogy ez egy mennyire egy aktív és hatékony szervezet, ugye? Valóban nagyon széles a palettája, mert ha egy kicsit belenézünk az egész civil kerekasztal működésében, akkor azt kell tudni, ugye, hogy 11 olyan szekció van, ami az élet szinte minden területét lefedi, és ezen belül pedig ugye, tehát az egészségügy, a sport, a kultúra, idegenforgalom, erről sokat lehet hallani, de emögött azt kell mondani, ugye ott vannak az egyesületek számtalan. Tehát szó lesz majd ugye ebben az évben jön újra is, újra minden áprilisban a civil fórum, ahol 80-100 delegált van jelen, de összességében azt kell mondani, hogy közel 200 bejegyzett van, csak hát ugye nem biztos annak ellenére, hogy mindenkit igyekszünk megszólítani, hogy mégiscsak eljön és jelen van. Tehát ugye innen történik az, hogy különféle időintervallumban működnek ezek, tehát a 10 éves egyesülettől a 65 évesig vannak, és ebbe ugye az énekkartól, a zenekaron át idősebb korosztályban ugye ott vannak a tanítóképzősek, vagy a fegyveres testület képviselői, vagy például az Egyesület Egeridegen forgalmáért is 30 éves volt, tehát nagyon-nagyon széles körben mozog Eger úgymond civil élete, a lakosság, ugye, mert mindig civil szót használunk, de mondjuk azt, hogy a városban élő lakók azok, akik mozgatják a város életét, és hát a mi feladatunk pedig az, hogy erre odafigyeljünk és elismerjük őket. Talán az érdekes ez, mert a civilekről beszélünk, mondja a Gabika is, ez egy ilyen általános fogalom. Hát van gazdagváros és van szegényváros, ha mostani kort nézem. Melyik a gazdagváros? Eger gazdagváros, ahol van 50 éves egyesület, vagy 30 éves. Az azt jelenti, hogy az emberek, akik itt élnek, fontosnak tartják, hogy ehhez a közösséghez tartozzanak. Amit szintén említ Gabika, hogy van egy hálózat, ami erre fókuszál, hogy ez hol van a helye ezeknek a civileknek a városban. Van-e hasznuk? Hiányoznának-e, hogyha nem lennének? Ezek nagyon érdekes kérdések, és ugye a legfontosabb partnerünk az önkormányzat, akivel most épp ma délelőtt volt, hogy közösen értékeltük az együttműködési megállapodásunkat, és átnéztük a területeket. Mely területeken hiányozna, ami egyébként most teljesen megszokott egy egri embernek? És ezek nagyon-nagyon fontos... Delegális tagokat, igaz, az önkormányzathoz, tehát delegális tagokat ugyebár a... Igen, hát ez már egy régebbi kapcsolat, ez is egy szerves fejlődésnek a része. Azt mondta az önkormányzat, hogy stratégiai partner a civil szektor. Ne felejtsük el, hogy ez körülbelül az egy harmada, egy negyede az Egerben lévő szervezeteknek. De itt konkrétan 190-100 szervezetről szól, ami azt jelenti, hogy kb. 3 és 4 ezer közötti egri aktív polgár. Természetesen más területeken is vannak, de ez egy koncentrált, ez egy látható, koordinálható, hadrafogható, nagyon sok feladatellátás, nagyon sok önkormányzati feladatellátásban. És a jubiláló szervezetekre, hogy figyelünk, hát igen, hát a 10 év már azért, az önkéntes munkában az már mérhető, hogy ott már értéket teremtődtek, ott már értékeket adnak át, és esetleg az utánpótlás felé is valamit jelent az, hogy ide tartozni. Nem beszélek az egyletekről, amik ugye hát nem csak 100 éves egyletek is vannak. Hát Eger ilyen szempontból mindenképp azt mondom, hogy a gazdagvárosok közé tartozik. A szekciók hogyan tudnak egyébként úgy együtt dolgozni? Itt ugye a fiatalokat is említette, hogyan lehet őket megszólítani? Szóval, hogyha jól tudom, akkor ugye a fiatal szekcióval is rendelkezik egyébként, ugye bár a civilek. Igen, de hát ez teljesen önkéntes dolog. Van olyan év, amikor van ifjúsági szekció, van, amikor van korosztályi szekció, van, amikor nem. Ez azokon múlik, azokon a szervezeteken, akik együtt akarnak-e dolgozni. Az ifjúság, hát ez nekünk örökző témánk, de okay, azért hogy... tavaly megtaláltuk végül is segítséggel a kiutat, tehát nem a fiatalokra koncentrálunk most így, hát az egy másik kérdés, hogy vannak az ifjúsági szekció a fiatalok, hanem a középiskolákra. És nekünk nagyon nagy eredmény és siker, hogy a középiskolások önkéntes szolgálata, amit tölteni kell nekik ugye különböző területeken a városban, hogy az itteni tanárok, akik ezért felelősek, nagy örömmel vették a jelentkezésünket, és elindult egy út, hogy példát adjunk az egriségből akkor, de a fiataloknak úgy, hogy ne egy
egy alibi önkéntes munka legyen, hanem értelmes munka legyen. Na most ez a felelőssége ennek a hálózatnak, ennek a száz szervezetnek, hogy tud kínálni olyan értelmes időt, amelybe gazdagodhat is, és jó is érezheti magát. Mert hogyha valaki tesz a közösségé, akkor annak nem csak az az értéke, hogy valóban, hogy önmaga felé is van visszaigazolás, hogy igen, én hasznos voltam ebbe a 50 órába, vagy nem tudom mennyibe. Hát ez az az út, amit most találtunk a fiatalok vonatkozásában, nem az egyedüli üdvözítő, de úgy gondolom, hogy ez jó. Visszatérve egy kicsit a civil fórumra, illetve a civil közösségek házára is, milyen programokkal, milyen célkitűzésekkel készülnek erre az évre? Az idei civil fórumnak, mint minden fórumnak elsődleges célja lesz, hogyha jól meghirdetjük, ha jól el tudjuk magyarázni azt, hogy ez miért jó közösségben lenni, közösen együtt dolgozni, akkor bízunk benne, hogy a fórumra bejelentkező szervezetek száma emelkedik, hiszen beszélünk számokról, de Egerből 200-250 civil szervezet van, ebből 100 szervezet jelezte az eddigi évek során, hogy ők szeretnének együtt dolgozni, szeretnének egymásról tudni, szeretnének egymás programjaiba bekapcsolódni, vagy segítséget kérni, hogyha ő egy nagyon nagy rendezvényt csinál. Tehát igazából akkor a fórumnak részben az, hogy hívjunk be több szervezetet, legyen színesebb ez a csapat együtt, és akkor bízunk benne, hogy még több lehetőséget találnak azok a fiatalok is, azok az iskolák is, akik keresik a kilépési lehetőséget, hiszen sok olyan szervezet van, akiről tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy nagyon jó dolgot csinál, de nem velünk van, és így nem tudunk segíteni, önmagának pedig nincs arra ideje, hogy megkeresse a középiskolásokat, egyetemistákat, tehát valahol ilyen módon egy hálózatbővítés, egy színesítés, és igazából ilyen módon talán több fiatal elérése is. A fórumnak pedig, erről remélem, hogy lesz lehetőségünk majd a fórum szervezőbizottságának elnökét, ha meghívjátok, akkor ő részletesebben erről tud beszélni. A fórumnak mindig az a célja, hogy értékeljünk egy évet. Mondjuk azt, hogy itt vannak javítható dolgok, hiszen teljesen tökéletes, nincs az életben semmi sem. A másik pedig, hogy nagyon izgalmas, és ezért országosan is példaértékű a mi életünk, hogy vannak alapok, amit nagyon régen, és meg kell, hogy említsük dr. Renoszkár nevét, dr. Székely Feri bácsi nevét, dr. Varga Gyula nevét, dr. Nagy Árpád nevét, akik velünk vannak, még mindig Sándor, akik olyan alapokat teremtettek, amit módosíthatunk, de nem fogjuk megváltoztatni, mert hogy ez jó. Ugyanakkor a szerkezetében belenyúlhatunk, azt mondjuk, hogy ezt vegyük ki, mert az idő szavával ez változni fog, tehát nem lehet benne az alapba. A régen, nem tudom, középiskolás koromban volt egy törzsanyag, amit mindenkinek tudni kellett, hogyha legalább hármast akart, aztán apró betűs rész, akkor már nagyon, nagyon jól tudtuk a dolgokat. Tehát, hogy ezeket változtatjuk, és igazából az alap az nem egy állandó, bekövesedett, meggyökeresedett valami, hanem alakítjuk úgy, ahogy a hozzánk csatlakozók igénylik, kérik, és azt mondják, hogy itt ezt nem egészen úgy értjük. Tehát vannak fogalmi dolgok is, amit mi értünk, mert mi ebben nőttünk fel, és ezt folytatjuk, de jönnek fiatalok, akik ezt mondják, hogy ez mit jelent, ők ezt így nem értjük. Tehát ez lenne a fórumnak még a következő. Még egy beszélgetés legvégére, ugyebár mindig adottak a célok, meg adottak az elképzelések, a programok is a civileknél, de talán amiről nem esik szó, itt az önkénteskedésről megemlítették, hogy most, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, neki felszabadult, nem tudom mennyi ideje, és ő szeretne segíteni, szeretne részt venni, van erre lehetősége? Hogyha azt felkeresi igen. Önöket, akkor mint önkéntes, mint akármi, van arra lehetőség, hogy én szeretnék tenni azért a városért, a civilekkel közösen, és hát akkor hol? Hol hát akkor ne a Fantom, hát a civil közösségek házad említette, ez a másik nagyon konkrét kapcsolat az önkormányzattal, egy non-profit működtetésű, a régi HEMO, vagy Vörösrák, ez az épület most civil működtetésű, tehát nem kell valahol keresni bennünket a városban, hanem itt. Itt vannak a szekciók, amik, ahogy Gabika mondta, hogy különböző terület, egészségügyi szervezetek, ha olyan érdeklődése van, vagy sport területen érdekel egy fiatalt, vagy egy felszabaduló időben rendelkező ember. Itt teljes a paletta, vannak kiadványok, amiből tájékozódhat, van honlap, amiről szintén, és ne felejtsük el, hogy ez a jövőre 30 éves lesz az EGRI összefogás, tehát már most elkezdtük ennek a munkálatait. Ez egyedülálló, a tekintetben is, hogy
az önkormányzattal és a helyi politikai pártokkal is olyan kapcsolatunk van, ami talán érdekesnek tűnhet, de ezek is közösségek. Mi is közösségek vagyunk, tehát nem lehet, hogy ne legyen közünk egymáshoz. Az egy másik kérdés, hogy milyen technikák mentén, és hogy maradhat meg a civil függetlenség. Egerbe eddig sikerült, Gabik erről podcastjában, sikerült. Úgy látszik, hogy jó partnerek vagyunk, hogy a saját területükön mozgunk. Nagyon érdekes dolog, mindenki szeretné, hogyha a civilek véleményt mondanának. Most egy ilyen 50 ezeres nagyságrendű városban nem nagyon lehet fórumot, nem hiszem, hogy 1000-3000-5000 ember elmegy egy-egy fórumra, de ez a hálózat, ez alkalmas arra, hogy kimenjen is. Az ott él. Én egy alapítvány és egy egyesület tagja vagyok. De ott élnek mellettem ugyanazok az emberek, akik más egyesület tagjai. Szervesen benne vannak a... Tehát ez egy nagyon érdekes fogalom, és azt hiszem, hogy egyedülállóan fejezik, ez az egriség. Nem biztos, hogy itt születtél, de te ezért a városért teszel. Hát ez a hálózat, amelyik így koncentrálja, hogy így fogalmazzak, az erőket, ami nem nélkülözhető szerintem egy város működésében. Nagyon jól látni egyébként, hogy mennyire aktívak, és hogy mindig visszatérően tudunk beszélgetni egyébként az éppen aktuális dolgokról. Hát én bízom benne, hogy majd már az utánpótlás aktivitásáról is tudunk majd szót ejteni a későbbiekben, de hát ezért nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen aktívan képviselik városunkat is, és természetesen, hogy itt voltak és elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen a beszélgetést. Mi köszönjük szépen. Köszönjük.